Készült egy térkép 1826-ban Székesfehérvárról. Szerepel rajta egy akkor még beépítetlen utca, amit Fohászkodás utcának hívtak. Később itt épült a város első távirdája. Ne találgassanak, a Távirda utcába megyünk. A Távirda utca jelenlegi épületei döntően a 20. század első harmadából származnak. Jellemzően két és három szintesek, szorosan egymás mellett állnak, nagy részük jelentősen átépített vagy újjáépített. Régebbi a Távirda utcában élő fehérvári családok sarjai még meg tudják mutatni, hogy a nappali, ahol a nagymama húslevesét ették, jelenleg melyik üzlet kirakata mögött látható. Ez az utca lett ugyanis Székesfehérvár első bevásárló utcája, így az épületek közül soknak megváltozott a funkciója, és földszintjükön éttermeket, üzleteket alakítottak ki. Erre a sorsra jutott például az utca végén álló, jelenleg üzletközpontként működő épület is, amely korábban az 1873-ban alapított önkéntes tűzoltó egyletnek adott otthont. 1855-ben épült, aztán 1925-ben és 1940-ben is átépítették. A helyén a tűztorony megtartásával 1995 és 1998 között épült fel a mai üzletközpont. Az épület előtt álló Szent Flórián szobor Kocsis Balázs alkotása. És végül még egy jellegzetes épület, amiről nagyjából mindenki tudja, hogy a Távirda utcában található, a megyei rendelőintézet, vagy közismertebb nevén a régi STK. 1939-ben épült, 1961-ben kibővítették, és a mai napig az egészségügy terén teljesít szolgálatot. A Távirda utca minden épületét nyilván nem lesz most időnk megmutatni, de talán ennyi is elég bizonyíték volt arra, hogy megér egy sétát a környék.